Csípős hidegben futják a köröket a Barátság Parkban, még mínusz 5 fokban is lehet mozogni, bár ilyenkor csak kevesen húzzák fel a futócipőt. Rosszak a statisztikák, mert keveset mozgunk. Én úgy érzem. Mi lehet ennek az oka? Miért nem mozgunk többet? Elkényelmesedtünk. Autó, számítógép, tévé, DVD-re játszó, minden egy helyen van. Ilyen időben meg kijönni, azért csak a fanatikusok mennek kifutni. Ja, most olyan mínusz 5 fok igen, körül igen, van. Igen. De jól esik. Az ünnepek között még nagyobb szükség lenne a mozgásra. A karácsonyi menü ledolgozása igazi kihívás jelent sokak számára. Ennek az egyik legjobb módszere, ha valaki a szabadidősportot választja. Szerencsés vagyok, mert nem vagyok egy hízékony, tehát én is többet ettem az ünnepekben, mint szoktam, meg finomabbakat is, meg többször is, de azt hiszem nem jött fel rám kiló, talán egy-kettő, de szerencse, hogy éppen most is ezért vagyunk itt a két ünnep között, hogy ezt te dolgozzuk. A szakemberek szerint keveset mozgunk és rosszul táplálkozunk. Ennek eredménye az, hogy a magyar lakosság 30%-a kórosan elhízott. Lehet, hogy nagyon sokan most már odafigyelnek arra, hogy esetlegesen mit esznek, bár az ünnepek alatt szerintem nem nagyon. Tehát örült nagy mennyiségű kalóriát fogyasztunk, nem csak szénhidrátból, hanem esetleg zsírosabb ételekből, meg annál többet, mint amennyire a szervezetünknek szüksége lenne. És a leadással kapcsolatban pedig az, hogy a mozgás az, ami kevés még. Tehát nagyon kevesen mozognak a magyar lakosság körébe. És ha ez nincs egyensúlyban a bevitt kalória mennyiség a leadott kalória mennyiséggel, tehát a rendszeres testmozgással, akkor következik be az elhízás. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a magyarok mindössze 5%-a sportol rendszeresen. A mozgás számtalan előnnyel jár, még azoknál is, akik túlsúlyosan kezdenek neki a sportnak. Ha elég aktívak vagyunk, elkerülhetjük a mozgásszervi, a pszichés betegségeket, a magas vérnyomást és a cukorbetegséget is.